Magyarország a kezdetektől az európai környezet és egészség folyamat részese és kiemelt stratégiai partnerként tekint az egészségügyi világszervezetre. Erről a belügyminiszter beszélt az egészségügyi világszervezet budapesti konferenciáján, amin 46 ország 30 minisztere és államtitkára valamint a WHO partner szervezetei vettek részt. 20,000 people died due to extreme heat. Több mint 20 ezer ember halt meg az európai régióban a tavaly nyári rekordhőségben, ahogy 1,4 millióan veszítették életüket a környezetszennyezéssel összefüggő okokból is, közölte a WHO regionális igazgatója. Hans Kluge szerint mielőbbi cselekvésre van szükség. Fel kell venni a harcot a klímaváltozás a növekvő környezetszennyezés és a biológiai diverzitás csökkenése ellen. Az európai régió túlságosan lassan halad a 2030-ra kitűzött fenntartható fejlődési célok elérésében. Ezen gyorsítanunk kell, és a kormányoknak a partnereinknek, de maguknak az embereknek is cselekednie kell, mondta a WHO Európa regionális igazgatója. Magyarország továbbra is elkötelezett a klímacélok megvalósítása mellett és fenntartható, környezetbarát megoldásokat keres, mondta az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba kiemelte, a kormány célja, hogy a GDP növekedésének megtartása mellett csökkentse az energiafelhasználást, illetve a megújuló energiaforrások arányát is növelje. A miniszter aláhúzta, ezen kívül az új energia és klímatervben a káros kibocsátást a korábbinál is nagyobb mértékben csökkentik. Korábbi célunk az volt, hogy a rendszerváltás megező, megelőző időhez képest 2030-ra 40 kal fogjuk csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátás mértékét. Ebben az új dokumentumban, amit most tettünk közzé, azt vállaljuk, hogy szembe ezzel a 40 kal 50%-ra fogjuk növelni. Kiemelt stratégiai partnerként tekint Magyarország az egészségügyi világszervezetre is elkötelezett az együttműködés mellett. A konferencia pedig a régió legfontosabb egészségügyi kihívásaira irányítja a figyelmet, közölte a belügyminiszter. Pintér Sándor hangsúlyozta, Magyarország a kezdetektől figyelembe veszi a WHO iránymutatásait és a nemzetközi tapasztalatokat. Nemzetközi gyakorlati tapasztalatok és útmutatások alapján kívánjuk, növelni a magyar állampolgárok egészségben eltöltött idejét, életéveit, bevezetni a szűrővizsgálati rendszereket, és biztosítani a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A WHO konferenciáján résztvevő 46 európai és közép-ázsiai ország közös nyilatkozatot is elfogad, amely egyebek mellett a klímaváltozás, a környezetszennyezés és a biodiverzitás csökkenés kihívásainak kezelésére összpontosít.